A tizenkét varjú. Egyszer volt, hol nem volt hetet hét országon is túl, túl onnan túl, innenen innen, volt egy szegény özvegyasszony, s annak tizenkét fia, s egy leánykája. Búsult is szegény feje eleget, hogy mivel tudja eltartani ezt a tenger sok gyermeket, mert száraz kenyér is mikor volt, és mikor nem az asztal fiában. Jött haza egyszer a tizenkét fiú, körülfogták az anyjukat, hogy lépni sem tudott a szobájában, s ahányan voltak, egyszerre mind kenyeret kértek, s csak az volt a híja, hogy kihúzzák a házból. Hát azt ugyan senki ne csodálja, hogy szegény asszony elvesztette a béketűrését, hiszen adott volna ám, ha lett volna, de nem volt. Nagy elkeseredésében azt találta mondani, Ó, Istenem, bocsáss meg a bűnömet, bárcsak valami állattá változtatnád ezeket a fiúkat, nem bánom én, ha varjúvá is. No, halljatok csodát, mi történt. Az történt, hogy abban a szempillantásban a tizenkét fiú mind varjúvá változott, s mert hogy éppen nyitva volt az ablak, hús, kirepültek, s mire csak egy jajszót is mondhatott volna az anyjuk, úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna el. Hely, nagy erős búbánat nehezedett a szegény özvegyasszony szívére. Éjjel nappal folyta a könnye, mint a patak, s keserget mindig, hogy az Isten úgy elvette volt az eszét, hogy olyan bolond beszédre nyíljék az ő szája. Kicsi kislány volt még a szegény özvegyasszony leánykája, de tudta, hogy miért sír, miért kesereg az édesanyja, s azt mondta egyszer, lelkem édesanyám, én többet nem nézhetem a sírását, elmegyek világgá, s addig vissza sem fordulok, amíg a bátyáimat meg nem találom. Hiába beszélt a szegény asszony, hogy ne menjen, ha már kifogyott a tizenkét fiából, legalább ő belőle ne fogyjon ki, a kislány elbúcsúzott az édesanyjától keserves könyhullatások közt, és elment világá. Ment, mendegélt a kislány hetet hét ország ellen, és egyszer egy nagy rengeteg erdőbe ért. A rengeteg erdőben talált egy kis házat, s bement oda nagy bátran. Egy öreg asszony ült a kemence alatt, de olyan öreg, hogy az orra a térdét verte. Köszön a kislány illendőképpen, Adjon Isten jó estét, öreg anyám! Fogadja az öregasszony. Köszönt, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Hát hol jársz itt, ahol a madár sem jár? Mondja a kislány. Ó, lelkem, öreg anyám, én tizenkét bátyámat keresem, akik varjú képében elrepültek hazúról, s azóta a hírüket sem hallottuk. Na no, bizony, én magam sem hallottam hírüket, te leányka, hanem ezen a rengeteg erdőn túl van egy kicsi kerek erdő. Kerek erdőnek az aljában egy ilyen szerű házacska, amilyen az enyém, abban lakik az itt néném, az talán útba Mert, hogy éppen este volt, az öregasszony jó vacsorát adott a kislánynak, aztán vetett neki jó, puha ágyat, s lefektette. Reggel pedig, amikor fölkelt a kislány, adott neki egy pár aranykörtét. Megköszönte szépen a kislány az öregasszony nagy jóságát, elbúcsúzott illendően, s azzal elindult a kerekerdő felé, azon az úton, amelyikbe az öregasszony beállította. Estére kelve a kislány a kerekerdő aljába ért s kerekerdő aljában bement a kis házacskába. Hát ott csak ugyan még öregebb asszony üldögélt a kemence alatt, s fonta a kendert nagy szorgosan. Köszön a kislány! Adjon is te jó estét, öreganyám! Szerencsét, hogy öreganyátnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Ugyan bizony, hol jársz itt, ahol a madár sem jár? Mondja a kislány, hogy mi áradban van. Jaj, édes leányom, mondja az öreg asszony, hírét sem hallottam annak a tizenkét varjúnak, hanem innét héthegyens, hét völgyön túl, kerekerdő aljában lakik az én néném, azt talán udba igazít. Ez az öreg asszony is főzött neki jó vacsorát, vetett neki jó puha ágyat, s amikor reggel fölkelt a kislány, adott neki egy pár aranyalmát. Hadd menjen aztán Isten hírével. Szépen beállította egy ösvénybe, s ugyan lelkére kötötte, hogy abból ki ne térjen. Megköszönte a kislány az öregasszony szíves jóindulatát, elindult az ösvényen, s meg nem állott, amíg ahhoz a kis házacskához nem ért, ahol a harmadik öregasszony lakott. De vagy volt öreg, vagy nem a másik két asszony, a nényük olyan öreg volt, hogy az orra földet verte, s azon pergette az orsaját. Köszön a kislány nagy bátran. Adjon Isten jó estét, öreg anyám! No, áldott szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bizony bekaptalak volna. De hol jársz itt, ahol a madár sem jár? Mondja a kislány, hogy a bátyjait keresi, akik elrepültek tizenkét varjú képében. Hát, bizony azokat keresed, éppen jó helyen jársz, mondja az öreg asszony, mert én minden nap látom őket. Itt repülnek el, minden áldott nap, az én házam felett, szörnyű károgással. Hanem így, ahogy vagy, el nem mehetsz hozzájuk mert olyan magas sziklán laknak, hogy annak a teteje az eget veri. De ne búsulj, kis leányom, van nekem olyan csuda írem, hogyha azzal megkened a gyenge válladat, szárnyad nő, s bátyáidhoz repülhetsz. Na, Megvigasztalódott a kislány erre a beszédre, Mindjárt levetette az ingecskéjét, Az öregasszony pedig jól megkente a csudairrel, Mind a két vállát. No most, kislányom, vacsorálj, és feküdjél le, reggelre olyan szárnyad lesz, Hogy az óperenciás tengeren is túlrepülhetsz. Hát, csak ugyan reggel, amikor fölkelt a kislány, olyan szép két szárnya volt, két gyenge vállán, hogy csupa csuda. Az öregasszony adott még neki két aranydiót, és aztán Isten hírével útnak keresztette. Megmutatta, hogy milyen irányba repüljön, és a kislány repült, csattogtatta szép sugár szárnyacskáját, hogy csak úgy suhogott belé a levegőig. Hét nap, s hét éjjel folyton repült. Akkor aztán fölért a szikla tetejére. Hát ott mit talált? Ott bizony egy olyan ragyogó aranypalotát talált, hogy a szeme is kábrázott a szertelen ragyogástól. Ő bizony nem kérte, szabad-e, nem -e, nagy bátran belép a palotába, végig megy tenger szobán, de ott ugyan egy élő lelket sem talált sehol. Volt minden szobában, asztal, ágy, szék, s minden csupa aranyból, ezüstből. Aztán kifordult a konyhára, s volt ott főzni, sütni való annyi, hogy a szeme nem tudta belepni. Hó, bárcsak itt laknának az én bátyáim, sóhajtott föl a kislány. De gondolta is, hogy itt laknak, bizonyosan, mert megszámláltas éppen tizenkét szoba volt, minden szobában egy ágy. Hamarosan neki készülődött, fölseperte a konyhát, pompás vacsorát főzött, tizenkét személyre terített, ki is tálalta, tizenkét tányérba levest meregetett, aztán mind a tizenkét tányérból evett egy keveset. Várta, várta, sokáig várta a bátyjait, de azok csak nem jöttek, s a kislány erősen elámosodott. Sorban nézegette, próbálgatta a tizenkét ágyat, hogy melyik befeküdjék le. Aztán mégiscsak a tizenkettedikben maradott. Abban szépen lefeküdt, és elaludt. Alig, hogy elaludt a kislány, jön haza a tizenkét varjú nagy károgással, s száncsattogással. De bezzeg volt nagy álmélkodás, a konyhán valaki sütött, főzött, a szobákat valaki kisöpörte, az ágyakat megvetette, az asztalt megterítette. Azám evett is mind a tizenkét tányérból, csipegetett a kenyérből, ugyan ki járhatott itt. Végig a szobákat, sorba nézik az ágyakat, betekintenek, kukucskálnak az ágyak alá, s hát a tizenkettedik ágyban kit látnak? Ez a mi hugocskánk! károgott egyszerre a tizenkét varjú, s összecsattogtatták a szárnyukat nagy erős örömükben. Abban a szempillantásban fölébredt a kisleány, s volt öröm, de milyen öröm, nem találták a helyüket. Ó, lelkem, testvéreim, csak hogy megtaláltalak, örvendezett a kisleány. Gyertek haza velem, gyertek, ne sírasson többet, édesanyánk. Hely, sóhajtott a legidősebb varjú. Most még nem mehetünk veled, amíg az átok alól fel nem szabadulunk. Eredj haza te magad, édes hugom, s mondd meg az édesanyánknak, hogyha a hüveik ujját felhasítja, s kifolyó piros vérével tizenkét inget s gatyát var nekünk. Csak úgy szabadulhatunk fel az átok alól. Akkor ismét fiúkká változunk. Mond meg neki azt is, hogy amíg var, senkinek egy szót se szóljon, máskülönben kárba megy keserves kínos munkája. De csak egy pillantásig sem volt maradása a kislánynak, repült haza az édesanyjához, szélnél sebesebben, még a gondolatnál is sebesebben. Mire hazaért, a szegény özvegyasszony betegre sírta magát, hogy ím elvesztette a lányát is, s magára maradott, mint az új fa. Na no most egyszerre vége szakadt a betegségnek, s nagy szívbéli búbánatának, ahogy hazajött a kislány, s elmondta a bátyai üzenetét. Egyszeribe elővette a szegény asszony, ami vászna volt, szabott tizenkét inget, s tizenkét gatyát, aztán felhasította a hüvelykujját, s ahogy folydogált a vér belőle, azon módulak húzta a tűbe, meg nem állott a keze, varrott éjjel-nappal. Jöttek hozzá a szomszédasszonyok, kérdezték, vallatták, hogy ugyan miért varra vérével, mikor erősebb a cérna, de a szegény asszony egy szót sem szólt, míg mind a tizenkét inget, a tizenkét gatyát meg nem varrotta. Mikor a tizenkettedik is kész volt, hát hallgassatok ide! Berepült az udvarra nagy szám csattogással, a tizenkét varjú, ott kétszer-háromszor körülrebdestek, s aztán hús, be a szobába. Ott leszállottak a földre, megrázkodtak, s egyszeribe visszaváltoztak fiúknak. No, hiszen sírt a szegény asszony, de most már örömében jött az egész falu csodát látni, aztán egy nap múlva, két nap múlva, visszament a tizenkét fiú az aranypalotába, onnét elhordozták a temérdek sok kincset, amit varjú életükben gyűjtögettek, hordtak össze. Bezzeg volt ezentúl kenyér, de még kalács is annyi, hogy a kutyának is kalácsot vetettek. Aki nem hiszi, járjon utána.